Egy nappal a Döncsillő kormány bukása előtt kapta meg büntetését Alin Popovicsu, aki a miniszterelnök májusi Marosvásárhelyi látogatására tüntetés szervezett. Érdekes egybeesés, ráadásul a csendőrség közel 5 hónappal az események után a középiskolás fiú 18. születésnapján állította ki a büntetést. Ezek a felvételek 2019. május 16-án készültek, Viorica Döncsillő Marosvásárhelyi látogatásakor. A kormányzással és az egészségügyi rendszerrel elégedetlen emberek koszorúkat vittek, gyászolván az aktuális állapotokat. A tiltakozás kezdeményezője egy 17 éves fiatal, Alin Popovicsu volt, aki élőben közvetített a helyszínről, azt is, ahogy a csendőrség parancsnoka megengedhetetlen hangnemben beszél vele. A fiatal blogger ugyanis nem volt hajlandó elmenni. Büntetést akkor nem, csak 5 hónappal később, októberben kapott. Elmondom őszintén, meglepődtem, amikor láttam, hogy megbüntettek, főleg amikor megláttam, hogy október 4-én állították ki, pontosan azon a napon, amikor betöltöttem a 18 évet. Nem számítottam arra, hogy megbüntetnek, főleg amiatt, hogy azóta eltelt majdnem 5 hónap, hogy május 16-án pontosan ezen a helyen fogadtuk Viorica Döncsillő asszonyt, és ahogy szintén tudhatják, összetűzésbe kerültem a csendőrség parancsnokával, Tiberiu Filipással. A fiatal blogger örül annak, hogy Viorica Döncsillő kormánya megbukott. Azt mondja, májusban is azért kezdeményezett tüntetést, mert elfogadhatatlannak tartja mindazt, amit a kormány ténykedése eredményezett. Az interneten számos vélemény született az üggyel kapcsolatban. Sokan a véleménynyilvánítás szabadságának korlátozásaként értékelték a csendőrparancsnok megnyilvánulását. Megkerestük az érintettet, Tiberiu Filipást, aki viszont a megyei csendőrség szóvívőjéhez irányított. Tőle megtudtuk, miért büntették meg a tüntetőket. În baza prevederilor articolului 5 din legea numărul 60 din 1991, care prevede că organizarea și desfășurarea adunărilor publice sunt interzise în imediata apropiere a gărilor, porturilor, aeroporturilor, stațiilor de metrou, spitalelor, obiectivelor militare, a unităților economice cu instalații, utilaje sau mașini cu radii ridicate de pericolă în exploatare. A szóvívő hozzátette, összesen 10 személyt büntettek meg 6700 lei összértékben. Alin Popovicsu a közösségi médiában lett ismert, oldalát több mint 50 000-en követik, a büntetés hírére sokan jelezték, hogy kifizetik az egyébként kiváló tanulmányi eredményekkel rendelkező középiskolás büntetését.